Az alvási paralízis egyszerűen fogalmazva egy olyan állapot, amikor az alvásból az elméd már felébred, a tested viszont még nem. Éppen ezért ennek az lesz az eredménye, hogy bénultan fekszel majd az ágyban, nem tudod mozgatni a testedet, és ha ez még nem lenne elég ijesztő önmagában, akkor mindenféle a képzeletedet felülmúló szörnyek, démonok és gonosz dolgok jelennek meg, és akarnak végezni veled. Legalábbis te így éled át a dolgot. 2017-ben készítettem az első tudatos álmodásos videómat, azóta volt ennek már második része is, illetve álmokkal foglalkozó videóm is. Nagyon szeretitek ezt a témát, rengeteget szoktátok kérni, illetve az alvási paralízis témája, amit már a legelső videóban is említettem, azóta is lázban tartja a fantáziátokat, úgyhogy elhoztam nektek most ezt a témát. De mi is ez a jelenség tulajdonképpen, és miért ennyire paralízis? Mi történik ilyenkor a testedben, és mi történik az agyadban? Miért jelenik meg egyáltalán, és mit lehet tenni ellene? A mai videóban, hölgyek, urak, ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ. Mivel elég ijesztő képek vannak róla a témában, és konkrétan, amikor este 11-kor keresgéltem alvási paralízises képeket, majdnem bekaksiztam, olyan ijesztőek ezek a képek, ezért megpróbálom valahogy fogyaszthatóvá tenni őket a videóban, hogy végig tudjátok nézni egyáltalán, és hát ne legyenek rémálmaitok, vagy alvási paralízisetek. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok a témáról, illetve hogy átéltétek-e már az alvási paralízis élményét, és ha igen, akkor milyen élmény volt ez, írjatok le mindenféle hátbonzongató horroros sztorit a komment szekcióba. Barom izgalmas volt olvasni a kommenteket az előző videók alatt is. Volt, aki azt írta, hogy évek óta van alvási paralízis, és azt hitte, hogy természetfeletti lények és démonok, amíg meg nem nézte a videómat. Valaki azt írta, hogy ő már gyerekkor óta tudatosan álmodik, mindenféle technika nélkül tök természetesen, és azt hitte, hogy mindenki így álmodik egyébként is. Komolyan mondom, sárga vagyok az irigységtől, szóval barom érdekes dolgokat írtatok, úgyhogy király volt olvasni, írjátok le most is. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig a hátborzongató, a szörnyűséges, a rettenetes alvási paralízis. Világszerte több mint 100 különböző szó van az alvási paralízisre, 100 különböző nyelven, rengeteg generáció óta, mióta ember az ember tapasztalja ezt a jelenséget, és attól függően, hogy milyen korban éltünk akkor, hogy milyen magyarázatokat adtunk a világ különféle jelenségeire, attól függően hívták például boszorkányságnak, vagy úgy gondolták, hogy megátkozták őket, hogy szellemek azok, vagy a sátán és a démonai, hogy földön kívüliek, vagy éppen az őrültség jeleinek tekintették. A Karib-szigeteken például kokmának hívják ezt a jelenséget, és úgy gondolják, hogy a meg nem keresztelt babák lelkei folytogatják az ebben szenvedőket. Babák a pici-pici-pici kezecskékkel és ujjacskáikkal. De Törökországban például Karabasannak, Japánban pedig Kanashibarinak hívják, és úgy gondolják, hogy ezek különféle démonok, amik megtámadják az embereket, mikor gyengébbek vagy kitettebbek úgymond álmukban. Ami brutál érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a kultúra is hatással van, hogy milyen gyakran és milyen intenzíven tapasztalják meg az emberek az alvási paralízist. Míg a dánok például úgy gondolnak rá, mint valami kis jelentéktelen kellemetlenségre, addig az egyiptomiak rettegnek tőle, mert generációk óta ilyen családi meséken át adták át egymásnak, hogy ezek tulajdonképpen gonosz dzsinek, akik a gyenge emberi testet ilyenkor kiszolgáltatott állapotban megtámadják, baromira félnek tőle, és emiatt az egyiptomiak háromszor olyan gyakran tapasztalnak alvási paralízist, és sokkal intenzívebben is, mint például a dánok. Az alvási paralízisek több fajtáját is megkülönböztetik. Az első az az intruder, azaz a behatoló fajta alvási paralízis. Nem az a fajta behatolás. Ezek alapvetően egy gonosz jelenlétének az érzésével kezdődnek, amit én is meséltem nektek még a legelső tudatos álmodásos videómban saját élményt, de hiperrealisztikus multiszenzoros hallucinációká erősödhetnek, ahol konkrétan ténylegesen látod, hallod, érzed az adott szörnyet, démont, szellemet, halott gyereket, zombit, mindenféle dolgot. A második az az incubus, azaz a lidércnyomás nevezetű hallucinációk, amik gyakran együtt járnak az előzővel, annyi különbséggel, hogy itt nagyon erőteljes mellkasi nyomást érzel, illetve folytogató érzést is. A harmadik típusba az egyensúlyi motoros hallucinációk tartoznak, amik az előző kettőtől általában külön jelentkeznek, és egyfajta mozgásos tapasztalati illúziót kreálnak, például, hogy lebegsz az ágy felett. Egészen elképesztő sztorikat lehet egyébként olvasni különféle fórumokon, írjátok be Google-be, ha kíváncsiak vagytok rá, kopogó hangról, léptek zajáról, besétáló emberről, egy ott álló alakról az ajtóban, de hogy konkrétan olyanról is, hogy a szellem, a zombi, a halott kislány, a démon az arcodba bámul, az arcodba sikít, a füledbe suttog, vagy éppen olyat is olvastam, hogy lesmárolta a bénult embert, vagy megerőszakolta,
egy démon, halott szörny, valami, ez nem lett túl kellemes élmény. De egészen szürreális változata is vannak, valaki írt, hogy teljesen kifacsarodott a teste, aztán kilapult, aztán felgyulladt, és a hamvai pedig szétszóródtak a padlón. Szóval a gyakorlatban életed legrosszabb horror filmje megszorozva százzal. Na de mi történik ilyenkor az agyban? Hogy az alvás folyamata hogy néz ki, arról most nem beszélnék nagyon részletesen, ott van a Miért álmodunk című videóm, aki kíváncsi rá, az nézze meg. Most elég nekünk annyi, hogy az alvásnak különféle fázisai vannak, és amikor a REM fázisba, azaz a Rapid Eye Movement fázisába érünk, akkor történik az álmodás is. Ekkor a prefrontál kortex, ami többek között a tudatos gondolkodásért, tervezésért, logikáért felel, az eléggé inaktív állapotban van. Sok embernél ez a terület napközben sem túl aktív egyébként. Az érzelmekért felelős limbikus rendszer pedig aktívabb, ami megmagyarázza, hogy miért teljesen logikátlanok, kaotikusak és érzelemdúsak az álmaink sokszor. Ekkor az agyad zseniális módon leblokkolja az izmaidat gyakorlatilag, hogy ne mászkálj el és ne csináld meg azokat a dolgokat, amiket tapasztalsz ugye az álmok során. Zseni az agyad, fiam, zseni! Nem te, az agyad. Viszont van, hogy bizonyos okok miatt hirtelen felébredünk a REM-fázisból, ekkor a testünk még le van bénítva, az elménk viszont már ébren van, és emiatt beragadunk két párhuzamos valóság közé gyakorlatilag. Ezt japán kutatók kísérleti körülmények között is bizonyították, ugyanis alvás kutatásokban embereket ébrezgettek fel különféle alvási fázisokból, hogy anyázhattak magukban a kísérleti alanyok. És azt találták, hogy amikor a REM fázisból ébresztették fel őket, akkor történtek az alvási paralízisek. Hogy innentől kezdve mi történik, azt leginkább találgatják a kutatók és próbálnak különféle magyarázatokat találni rá. A kutatások szerint ilyenkor iszonyatos káosz van az agyunkban gyakorlatilag, ugyanis félig fel van ébredve, félig nincs felébredve, és emiatt szegény agyunk azt se tudja, hogy mi a picsa van, amit egyébként kutatásokkal is bizonyítottak, és azt találták, hogy az alvási paralízis állapotában azok az agyi mintázatok, amikor ébren vagyunk, és azok az agyi mintázatok, mint amikor álmodunk, egyszerre voltak jelen az agyunkban. Belen Jalal, a Cambridge Egyetem neurológusa úgy hívja ezt a jelenséget, mint az alvási paralízis pánikhalucinációs modellje. Azt mondja, hogy ilyenkor aktiválódik az amigdala, mint békés szúnyókálásból felriadó biztonsági őr, azt látja, hogy itt óriási bajok vannak, és aktiválja a fuss vagy harcolj ösztönünket, ami ugye mindenféle mentális és fizikai erőteljes reakciót vált ki belőlünk, hogy ugye vagy megküzdjünk a szituációval, vagy elmeneküljünk. Igen ám, de a testünk egyiket sem tudja tenni, mert hogy le van bénulva. És ettől olyan káoszos biokémiai reakciók és mentális reakciók történnek a testünkben, mint ha bemondanád a West End hangos bemondójába, hogy mostantól minden egyes árucik ingyen van, amíg a készlet tart. Az agyad logikai része a prefrontál kortex közben ébredezik, és kétségbe esetten próbál magyarázatot találni arra, hogy mi történik veled. Igen ám, de félig még az alvás állapotában vagy, ugye? Ezért mindenfajta képzeletgazdag magyarázatokat talál ki, különféle szörnyek, démonok, vagy csak random ember, aki ki akar rabolni, vagy meg akar ölni formájában. Az agynak ezt a megmagyarázó, halucináció, kreáló működését az is bizonyítja, hogy sokan azt tapasztalják, hogy a mellkasukon ül a szörny, vagy a zombi kislány, vagy a halott, vagy hogy folytogatja őket, és miközben bámul bele az arcukba. Az köszi, barátságos. És ez azért van, hogy nagyon sokan tapasztalnak tipikusan ilyen halucinációt, mert hogy álmodás közben a mellkasi izmok is blokkolva vannak, emiatt nem tudsz nagy levegőt venni, ezért a REM fázisban apró, szapora, felületes a légzésed, illetve a légutak is beszűkülnek kissé. Na most, mikor hirtelen felriadsz, akkor ezt az állapotot próbálna nagy levegőt venni az ijegységtől, nem tudsz. Ezt az állapotot interpretálja úgy az agyad, hogy hát valami van ott, tehát valami vagy ül a mellkasodon, vagy folytogat, és így születnek meg ezek a halucinációk. V.S. Ramachandran, neurológus kutató egy másik magyarázatot talált a jelenségre, méghozzá hiányzó végtaggal született embereknek vizsgálta az agyát, és azt találta, hogy az emberek gyakorlatilag rendelkeznek egyfajta belső térképpel a testükről, az egész test felszínükről. Na már most emiatt a belső térkép miatt van az, hogy az amputált végtagú emberek is érzik az adott végtagot, mert ez a belső térkép ez belénk van kódolva gyakorlatilag a saját testünkről, illetve ez a belső térkép össze van kötve a szenzoros érzékelésünkkel és az érzelmi funkcióinkkal is, és ezért van az, hogy vonzódunk az olyan dolgokhoz, aminek emberi alakja van, és nem mondjuk a kecskékhez. Legalábbis a legtöbben. A kutató szerint, amikor valami megzavarja ennek a területnek a működését, akkor az agyunk nem tudja megmondani, nem jól mondja meg, hogy melyik a mi testünk, és melyik egy másik test, és emiatt van az, hogy egy másik testet halucinál oda,
a szobába. Tehát az alvási paralízis miatt gyakorlatilag a saját testünk kivetülése keletkezik ott a szobában, viszont mivel ugye félig még alvó állapotban vagyunk, illetve az amigdala félelemközpontunk nagyon brutálisan aktív az alvási paralízis közben, ezért interpretálja az agyunk a saját testünk kivetülését félelmetes szörnyekké és démonokká és stb. Ezt egyébként kísérleti körülmények között is képesek voltak előidézni, elektromosan ingerelték ezt a bizonyos agyterületet, és azt érezték az alanyok, hogy valaki áll mögöttük, akik nem ők. Az alvási paralízis egyébként sokkal gyakoribb, mint az ember gondolná. Egy 2015-ös kutatásban Nagy-Britanniában a megkérdezettek 30%-a nyilatkozott úgy, hogy már valaha átélte az alvási paralízist, de vannak más kutatások, ahol ezt 50%-ra teszik ezt a számot. Szintén egy másik kutatásban 35 alvási paralízissel foglalkozó kutatást hasonlítottak össze, és a meta-elemzésnek az lett a végeredménye, hogy kb. 10%-a az embereknek az átéli az élete során az alvási paralízist, ami nem olyan magas, mint a 30 meg az 50, de még így is rengeteg embert jelent. Na de mi okozza az alvási paralízist? Dan Dennis, egy izraeli alváskutató szerint, aki behatóan tanulmányozza a témát, a főbb okok közé tartozik az alváshiány, a megnövekedett stressz, a rendszertelen alvás, a megzavart alvás. Emiatt is lehetséges az, hogy diákok és különféle mentális zavarokban szenvedők gyakrabban élik át az alvási paralízist. De vizsgálják a szerepét egyébként a tudatmódosítószereknek, a személyiségnek és a genetikának is. Egy ikrekkel foglalkozó kutatásban már találtak korrelációt a genetika és az alvási paralízis között, de még innen semmi grandiózus végeredmény. Alapvetően bármi okozhat alvási paralízist, ami túl gyorsan hoz ki a REM-fázisból, vagy túl gyorsan visz bele, éppen ezért van az, hogy a tudatos álmodás gyakorlásának egyfajta sajnálatos mellékterméke lehet az alvási paralízis, mert hogy ott pont ezzel játszol, hogy nagyon gyorsan akarsz, vagy tudatosan belecsúszni a REM-fázisba, vagy éppen kijönni és gyorsan visszamenni. Vannak olyan technikák, ugye, ahol éjszaka felébreszted magad, és gyorsan vissza akarsz aludni REM-fázisba, hogy ugye nagyon gyorsan visszakerülj, és tudatosan kerülj vissza. Van, ahol közvetlenül az elalvásnál már tudatodat próbálod megőrizni és belecsúszni, és hát ennek úgymond elkerülhetetlen eleme, hogy szinte te magad idézed elő az alvási paralízist azáltal, hogy te megőrzöd a tudatosságodat abban az állapotban, amikor blokkolja a testednek a mozgását. Sok profi tudatos álmodó azt mondja egyébként, hogy az alvási paralízis az teljesen természetes része a tudatos álmodásnak, és már figyelembe sem veszik, úgy csúsznak át rajta ezen az állapoton, mint simlis vállalkozó az adóbevalláson, és hát tök természetesen tudják, hogy jön, egy perc alatt átcsillanak rajta, és már tudatosan is álmodnak. Noha kutatják a témát, egyelőre sajnos nincsen betonbiztos vagy szörnybiztos megoldás az alvási paralízisre. Kísérleteznek gyógyszeres megoldásokkal, meditációs, relaxációs technikákkal, de egyiknek sincsen még olyan bizonyított eredménye, amit így át tudnék adni nektek. Az alváskutatók egyébként azt mondják, hogy próbálj meg kiiktatni minden olyan dolgot, ami zavarhatja az alvást, fények, zajok, felébresztés, kávéfogyasztás, alkoholfogyasztás, illetve próbálj meg egy szabályozott rendszer szerint aludni. Egy kutatásban a megkérdezettek 79%-a mondta azt, hogy neki hatásos volt az, hogyha nem háton aludtak, hanem például oldalt, illetve a diéta, a rendszeres mozgás és a szabályozott alvásrend az, ami segített nekik. Nos, hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze mondjátok el a véleményeteket a komment szekcióban. Írjátok le, hogy mit gondoltok a témáról, írjátok le a saját élményeiteket, vagy más élményeit, hogy olvasgathassuk a hátba zongató történeteket. Ne felejtsetek el ellátogatni a Tanulom Magam Facebook oldalára, a Tanulom Magam Tanulók Facebook csoportjába, illetve a Tanulom Magam Patreon oldalára, ha egy kisebb összeggel szeretnéd támogatni az én kis csatornámat. Ott van még az Atis Instagram, ahol velem kapcsolatos exkluzív képek és információk vannak, úgyhogy ha ez érdekel téged, akkor mindenképpen kövess be. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!